Motokest, az Autósport és Formula magazin motorsport műsora. Futamkibeszélők, értékelések, aktualitások. Minden, ami MotoGP és kétkerék. A Formula Motokest virtuális stúdiójában Balogh Tamás, Ferenci Péter és Pabdi Tamás. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Formula Motocast idei hatodik és utolsó adását hallhatjátok. Itt van velem a virtuális stúdióban két kollégám, Ferenci Péter. Sziasztok! illetve Pabdi Tamás. Sziasztok! Engem pedig Balog Tamásnak hívnak. Ahogy ígértük, szezon összefoglaló adásra jelentkezünk itt az év végén, és ahogyan szoktuk mi azt már egyébként hárman nagyon-nagyon sok éve, összeállítottuk a versenyzőknek, a MotoGP versenyzőknek a rangsorát, méghozzá úgy, hogy tízes skálán pontoztuk a motorosokat, és az összesített pontszámok alapján összeállt egy rangsor és a top 10-et fogjuk majd hamarosan végigvenni, de még mielőtt a legjobbakhoz odakanyarodnánk, említsünk meg néhány versenyzőt, aki valamilyen okból kifolyólag nem került be a top 10-es összeállításunkba. És kezdjük azzal a versenyzővel, aki úgy fért be majdnem a top 10-be, hogy egyetlen versenyen indult. Dani Pedrózáról van szó, aki az értékelésünkben 6,17 pontos átlagot kapott, és hát szerintem kijelenthető, hogy a beugrók közül messze ő teljesített a legjobban, már pedig ugye volt azért egy-két beugró, de hogyha emlékszünk a, a Stájer nagy díjon, vagy az osztrákon most, nem, a Stájeren, az első volt, a, a, az első osztrák futam volt a Stájeren, azon volt ugye a bukása. Ott ugye nagyon jól szerepelt már az edzéseken, és aztán a futamon úgy lett top 10-es, hogy még egy bukása is volt, ami miatt ugye piros zászlóval meg is szakították a versenyt. Hát igen, mondjuk a beugrók közül azt hiszem, hogy ha ránézünk a listára, akkor magasan Dani Pedrózát rangsorolják a legmagasabb pozícióban, bár azért egy Andrea Doviziozó is, ha, hát ő is beugrónak, minősült, tulajdonképpen ott azért szoros a, a küzdelem. Azt hiszem, hogy a legnagyobb nyertesei ezzel a beugrással a rajongók voltak, akik végre valahára láthatták Pedrózát egy nem repszol Honda-n a király kategóriában, bár a szín nem tért el nagyon. Igen, a narancsága motor ez maradt. Én amúgy szerintem azért nagy dolog az ő eredménye, mert a beugrok közül messze ő az, aki ö, legrégebben ült éles körülmények között ö, motoron, versenyen, és ehhez képest azért az a tizendik hely az, ö, az eléggé kiemelkedő. Tehát ugye dovíciózó Tavaly még a mező része volt, ha nem mondok Igen. maromságot. Tehát meg ugye Jake Dixon ugye a Moto 2-ből lépett föl, Piro ugye ő minden évben elindul azon a pár itt Pedroza volt az, akinek a, a legnagyobb volt a kihagyása, és most így vakon mondom, de szerintem neki volt a nem teljes szezonos versenyzők közül a, a legjobb eredménye. Most már kezd leszámítva, de ő de nem csak beugrott, hanem ő csak néhány futamon nem volt ott. Azért fordított a reláció. Pedro zászíjúját egy nem olyan régi Stoner nyilatkozat is növelheti, vagy ennek tükrében nem, nem olyan meglepő, hogy nálunk is a beugrók közül ő szerepelt a legjobban, Stoner most nemrég ugye elmondta, hogy Pedroza néha egészen hihetetlen dolgokra volt képes a Repsol hondán ők két évig voltak csapattársak, és kis gonoszkodással így termetét és mindenét meghazudtolva tudott azzal a motorral csodát művelni, úgyhogy ennek tükrében ez egyáltalán nem, nem meglepő. Igen, és ugye a KTM is kiszokta emelni, hogy elképesztően fontos az ő szerepe a motorfejlesztésben, és abban, hogy a versenyzők jól tudnak teljesíteni. Oliveirának a barcelonai győzelménél volt egy ilyen kulisszák mögötti videó, amiben pont el lehetett kapni egy ilyen beszélgetést, hogy Pedroza javasolt Oliveirának, hogy milyen gumival induljon. Úgyhogy nagyon értékes versenyző ilyen szempontból Petróza, annak ellenére, hogy az egész pályafutását egyetlen csapatnál töltötte gyakorlatilag. És tényleg ő ugye gyakorlatilag két és fél év kihagyás után tért vissza a motorra, és azokon kívül, akit, akiket említettél, Tomi, ugye még Káker Krácsló volt az, aki beugrott a szezonban, de ő is ugye tavaly még a mezőny része volt, és ráadásul egy Yamaha-ra ült fel, nem egy KTM-re, úgyhogy tényleg le a kalappal Dani Pedróz előtt, én nagyon bízom benne, hogy még akár a következő egy-két évben is láthatjuk egy-két ilyen szabadkártyás versenyen Pedrózát, Menjünk tovább azokra, akik a listánknak a legvégén végeztek, és hát két nagy ágyú is ott van a legalján a felsorolásnak. Hát Valentino Rossi, gyakorlatilag hát azt kell mondanom, hogy az egyik legkevesebb pontot kapta átlagban tőlünk a teljes szezonos versenyzők közül. És hát szerintem, oké, okay, azt említsük meg, hogy Peti nagyon jó, jó indulatúan 4,6 pontot adott neki, ugye, ami a 46-osnak felel meg. Én azt megmondom őszintén, én azt még lágyszívű pontozásnak is tartom még hozzá, azért, mert ugye, azért azt ne felejtjük el, hogy oké, okay, hogy az egész Petronás csapat szenvedett, de Rossi gyakorlatilag gyári motoron ült. Nyilván lehet, hogy egy-két fejlesztést utólag kapott meg, vagy kicsivel később, mint kvártáráróék, de azért mégiscsak gyári technikán ült, és köze nem volt a kvártáráró féle teljesítményhez. Csak a magam részéről elmondom, hogy én alapból szívűen szoktam pontozni, azért mert én nem tudom, lehet, hogy ti is így vagytok, hogy tízestől indultok lefelé, az én mezőnyömben is eléggé hátul végzett sajnos rosszi, sajnos egy elég... Ha nem lett volna a visszavonulása, akkor valószínűleg egy elég látványtalan szezon teljesített volna. Kis-kis csak ezért beszéltünk róla. Hát igen, bár az a szomorú igazság, hogy a, az utóbbi másfél két év, bár még tavaly, még talán nem is annyira, de, de igazából hogy errefele tartott a formája. Tehát az ő esetében szerintem úgy beszélhetünk arról, hogy, hogy, később vonult vissza egy, egy jó másfél szezonnal, mint, mint ahogy kellett volna. Most innen nézve, ugye ez az a kérdés, hogy rossz évét hogy értékeljük? Úgy, ahogy a karrieréhez viszonyítjuk, vagy úgy, hogy az elmúlt időszakhoz egyik, egyik összehasonlítás szerint sem túl fényes, de ha azt nézzük, hogy már eléggé lejt, vajuk be lejt volt a, a karrieri eredményesség szempontjából, akkor igazából ez a, ez a szezon részéről egy, egy átlagosnak mondható, sajnos most már. Vagy ha egyáltalán számított még bármilyen szinten is, hogy hogyan teljesít Valentino Rossi az utolsó szezonjában 25 év után. Nyilván a Petronasnak számított volna, tehát azért nyilván nem azért szerződtették oda, hogy csak úgy sétamotorozzon a mezőnben. Hát, illetve nem tudom ezt, tehát Azért én a nyilatkozatokból úgy tűnt, hogy ők nem annyira önszántukból szerződtették, inkább csak megkapták, hogy... Igen, ő most elmondta egész frissen Rázlán, Rázáli, hogy ő nem akarta leszerződtetni elsőre rosszit, csak aztán a tavalyi herezi dobogó meggyőzte őt, és ő azt mondta, hogy nem, nem volt így nyomás a Yamaha részéről, pedig egyébként lehetett ugye hallani olyan hangokat tavaly, hogy igazából a Yamaha akarja benyomni a Petronászhoz rosszit. Most egyébként egy zárójeles megjegyzés, hogy Razálinak közleményt kellett kiadni a Petronászsal kapcsolatban tett megjegyzései miatt. Ő ugye ott a szponzorral való szakítás kapcsán tett, ejtett el egy-két megjegyzést, ami miatt most némileg magyarázkodni kényszerült. Peti, te akartál még mondani valamit Rosszival kapcsolatban? Én a múltkori adásra akartam csak visszautalni, amit Pabdi Tomi mondott, hogy Azért Rosszi karrierjét nem a 2021-es szezon fogja meghatározni. Tehát nyilván ez lábjegyzetben ott lesz, hogy a 126 ezer év utolsó fejezete nem egészen úgy sikerült, ahogy azt a szurkolók elvárták volna. Ez az egyik gondolat, a másik pedig az, hogy azért tehát rit ritkán szoktak 42 éves versenyzők még a mezőnyben teljesíteni. Tehát minden, minden relatív nyilván rossz jegy, pályafutásának egészét tekintve meg a mezőny többi tagjának teljesítményét tekintve nem túl fényes a, az eredmény meg volt a levezetés szerencsére nem sérült meg és emelt fővel távozhat és készülhet az apaságra Abszolút. Ugye, meg az új karrierre igen meg az autóversenyzői karrierre már csak egy 20 évig versenyezhetjük most tárkinéből indulunk ki a túrautózásban még egy teljes életút előtte van E, folytassuk e, azzal a versenyzővel, akit, akinek kapcsán Pabdi Tomit fogom megszólítani. E, ugye Maverick Vinyáleszről van szó, aki Tomitól e, kiugróan alacsony, ha lehet ilyet mondani. Tehát kiemelkedően alacsony e, pontot kapott. Magyarázd meg mi is ez a kettes pontszám Maverick lesz, neve mellett. Átlagban egyébként 3,83-as osztályzatot kapott tőlünk. Hát azért kettes, mert Katarban nyert egy futamot, Kezdetén, ezért nem egyes. Ezért nem egyes, igen. Nem, hát szerintem a, az, a, az, a, botrány, amit ő a yamaha csinált a, a motorszándékos fordulatszám határoló lig pörgetésével, az, az, szerintem nem, nem érdemel ennél többet, tényleg csak a győzelme, mert azért egy győzelmet mégis csak szerzett évelején, ezt ismerjük el. De, de ez, ez szerintem erre nem lehet más, más pontszámot adni. Ez egy ilyen, ilyen kaliberű pilótánál, akinek amúgy ráadásul a tehetsége még, még meg is lenne pusztán a sebesség alapján, de hogy ö, egy, egy ilyen, tényleg egy ilyen viselkedéssel egyrészt nem, nem lehet vb t nyerni, meg nem tudsz egy, egy csapatnak alapemberévé válni. Másrészt igazából az ő karrierjét itt lényegében azt mentett el, hogy az áprilijának lényegében úgy kellett embert vadászni a motorjára Espargaró mellé. Ugye a az előző hol szezon kis túlzással arról szólt, hogy éppen kiutasította vissza őket, hogy a motorjukra üljön. Szóval nekik, neki kapora jött Vinyálesz, lesznek, meg kapóra jött az áprilia, hogy legalább valahova még felülhet egy, egy gyári motorra. De ezzel amúgy én azt sem tartom kizártnak, bár aztán lehet, hogy csak én vagyok ilyen szörös szívű, de hogy, nem nagyon lesz innen visszaút jelentős gyári csapatban. Ahogy ugye, hú, uh, értel akartam mondani. Hmm. A fékkar neve nem üteszed be. A fake behúzós. Hú, ha most... <gül> Fenáti, <gül> Fenáti. Fenáti. Igen, <laughs> fel, tehát, Igen, ahogy, ahogy ugye a Fenáti karrierje is hát erősen megrekedt Maradjunk annyiban az eset után, ja, bár ez még. Relatív. Ahhoz képest, hogy igazából én a versenypályák 10 km-es körzetéből kitiltottam volna, ahhoz képest, amúgy teljesen jól áll, de, de hát azért ő sem arra volt predestinálva, hogy most menjen föl megint a Moto 3-ból, Moto 2-be igen, Fenátinak az igen a karrierje egész szépen visszatalált abban a mederbe, ahol a Mizánói hátsó egyenesben félre csúszott a Nomanzi ellen. Vinyá lesz, lesz alkotott véleményeddel részben egyetértek, tehát szerintem Történt azért idén a gyorsasági motoros vében egy-két egészen érthetetlen dolog, erről majd még azt hiszem fogunk beszélni a későbbiekben. Ez az egyik, hogy igen, ez a viselkedés, ez, ez mennyire tolerálható. Én azért Vigyenesszel szemben is egy kicsit látszívűbb voltam, bár nagyon nem a szívem csücske már jó te, ideje. Te vagy a jó ebben a történetben? Igen. A rossz az egy dolog, hogy Quartararo produkciójához nagyon nem tudott hozzászagolni, bár ugye a szezon első futamát ő nyerte, emellett volt egy Asseni dobogója. Én azért próbáltam figyelembe venni, hogy azért nem volt ő annyira elveszve azon az elátkozott második áprilián, mint jó pár elődje, bár ugye ez egy, egy nem, nem teljes kép. És leginkább majd a következő év fogja a leginkább helyre tenni, lesznek a, a képességei szerintem. Csak én nagyon zárójelben, mert erről is lesz még szó a későbbiekben, hogy szerintem hogy ez egy nagyon nehezen összehasonlítható dolog, hogy most az a második áprilia mit tud. Mert azért, akik eddig rajta ültek, hát nem, nem annyira veretes népsor, de erről még, még szerintem. Hát a mindenképpen én... jobb volt. Igen. Igen. ez nem Igen. volt egy nagy, nagyon nehezen megugorható szint. Ami szintén viszont nehezen megugorható szintnek tűnik, az Alex Rinsznek a joami való összehasonlítása. Alex Rins is eléggé hátul végzett a, a, a listánkon. Hát, szerintem nem nagyon kell megmagyarázni, hogy miért a tempója megvan, bár egyébként ebben a tekintetben is most már egyértelműen fölénőtt Joan Mir, ugye gyakorlatilag ez volt a harmadik közös szezonjuk, és úgy tavaly évközben vette át nagyjából az irányítást Mir, és azóta ezt nem nagyon engedi ki a kezéből, de ami szerintem indokolja Rinsznek a lepontozását, az az elképesztő mennyiségű hibája. Gondolom egyet értetek velem. Teljes mértékben Rinsz tipikusan az a versenyző van ebből a típusból azért egy pár itt, akinek a, a, tempója meg lenne a, ahhoz, hogy nagyon, egy nagyon magas szintet képviseljen, mint ahogy néhány évvel ezelőtt tulajdonképpen képviselt is. 2019-ben volt például az a Silverstone-i győzelme, az a fantasztikus taktikai és, és minden jellegű győzelem már ellen. Ott azért az év végén egy folyamatos jó teljesítményt tudott nyújtani Rince. Amihez mérve érthetetlen az, amit itt egy másfél éve művel, hogy, foly és folyamatosan olyan szituációkban bukik saját hibából, amikor valami jó eredmény készül összejönni. Ez az egyik tavalyi osztrák versenyen is így volt, ami nagyon emlékezetes, idén hiszem, Le Mans volt, ilyen amikor dobogóért csatázott talán meg itt az év vége felé is. Tehát már, már ugye egy ilyen reflex alakulhatott ki a, a nézőben, hogy Rince elkezd csatázni a győzelemért dobogóért, na akkor mindjárt bukik, és... És ez általában be is. igen, igen. Talán, talán az is lehet amúgy, hogy ö, mentálisan kizökkentette az, hogy ö, hát miért nem, hogy fölé nőtt, hanem, hanem ugye egyenesen világbajnok lett tavaly és úgyhogy Rince volt ott régebben, és nem, nem, erre az sorrendre számítottunk előzetesen, hogy, hogy ide fognak jutni a dolgok. Tehát ezt, ezt, lehet, hogy fejben, vagy fejben kéne rendet tenni, vagy a környezetváltozást lehet, hogy, hogy jót tenne neki. Nyilván a lehetőségek amúgy behatároltak. Na hát eddig három olyan versenyzőről volt szó, akik eléggé hátul végeztek a listánkon. Most említsünk még meg, mielőtt a top 10-re fordulunk, két olyan motorost, aki már majdnem bekerült a legjobbak közé, és egyébként ö, akár ö, ott is helyet kaphattak volna. Paul Espargaro az egyik, akinek kapcsán szerintem el lehet mondani azt, hogy az év végére úgy helyel közel elkezdett ráérezni arra a hondára, és én azt továbbra is tartom, amit még az év elején mondtam, hogy ö, neki több esélye van arra, hogy alkalmazkodjon ehhez a hondához, mint bárki másnak előtte, a Repsolosok közül Pedroza óta, meg hát jó, már ezen kívül úgy értem, ugye az ő csapattársai közül. És ezt továbbra is tartom, ugye volt egy második helye, amikor volt az a meglepetés, kettős győzelem Mizánóban, ugye ahhoz kellett ugyan Bagnyája bukása, de. Ez egy de Carlos a... Sainz díjas, egy-kettő volt. Igen, Vagy senki senki -totál nem nem érdektelen. kettős győzelem. Igen, úgyhogy kíváncsian várom, hogy hogyan fog majd teljesíteni a, a megújuló Hondán, és ez majd egy nagyon jó fokmérője lesz annak, hogy tényleg tud-e alkalmazkodni ez a motorhoz, vagy, vagy még mindig csak Márkezre kell hagyatkozni annak a csapatnak, amelyik ugye még azt sem tudjuk, hogy Márkez mikor tud majd visszatérni. Tomi, mit akartál hozzátenni Eszpár Gáróhoz? Igazából csak annyit, hogy én személy szerint uh, talán egy kicsit kevésbé decögős évkezdést vártam tőle, bár, bár ugye tudjuk, hogy ez a Honda, ez már nem az a Honda, mint a, a Márkezérában volt, és nem nem csak Márkez ö, állapota miatti hiányosságokból fakadóan maradtak el az eredmények. Talán talán egy picit gyorsabb alkalmazkodást vártam volna, de az tény, hogy ö, neki egy egyértelműen fölfeleivelő ágban volt a, a repszoros karrierje egy az év vége felé ha helyre tud építeni, akkor, akkor jövőre sokkal szebb eredményeket hozhat. Csatlakozom ehhez a gondolathoz. Nekem is kicsit szokatlan volt, azt gondoltam, hogy egy picit hamarabb elkapja a ritmust ezzel a motorral, bár ott vannak gondok a, a honda gazdagon. De üdítő volt látni a szezon második felében akár a Silverstone-i pozícióját és a, a futam nagy részében nyújtott teljesítményét, illetve tényleg ezt a, a kettős győzelmet, mert ott azért hirtelen nincs előttem, hogy mennyi volt a különbség közte és Márquez között, de úgy rémlik, hogy nem volt ö, sokkal lemaradva tőle, és ö, ezt, ezt mondom, hogy, hogy ö, Pedróza távozása, vagy inkább úgy utolsó előtti szezonja óta nem nagyon láttunk ö, a Repsol Honda-val épp teljesítmény versenyzőt. És most azért ez e felé halad. Hát eddig szerintem nem nagyon kellett azt megmagyarázni, hogy miért nincsen az adott versenyző a top 10-ben. Az utolsó ember, akiről még beszélni fogunk, mielőtt rámegyünk az első 10 helyzetünkre talán már ilyen lesz, hogy el kell mondani, hogy miért nincs ott. Jack Millerről van szó, aki ugye a negyedik helyen végzett a világbajnoki összetetben, a miranglistánkon ranglistánkon éppen csak kicsúszott a top 10-ből. Volt két futamgyőzelme, volt még három dobogója, ahogyan említettem, negyedik lett az összetetben, nálunk mégsem fér be a top 10-be. Peti, miért nem? Azt akartam mondani, hogy arról, hogy miért nem fér be nálunk a top 10-be, erről leginkább Jack Millert kellene megkérdezni, mert azért a gyári is szerződéssel, úgy, ahogy bányája simán befért a top 10-be, sőt azért egészen előkelő eredményt ért el. Miller azért eléggé alulmúlt az elvárásokat dacára annak, hogy volt két igen különleges futamgyőzelme, amit mondjuk Leginkább csak a Le itt lehet az, az ő euh, dicsőség listájára írni, mert Herezben azért ehhez kellett partárárónak a, a kéz problémája is. De tény, ami tény, hogy az évelén úgy tűnt, hogy ő kapja el hamarabb a fonalat a, a ducattival, de aztán bányája eszméletlenül a, a nyakára vagy a fejére nőtt, és, 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 és nála is inkább a hibák jöttek. Miller esetében azt érzem problémának, hogy, hogy nem lép előre. Tehát én, én azt, azt, látom nála, nyilván ez valamelyes subjektív, de szerintem ti is, meg, meg ti is is lehet az eredmények is alátámasztják, hogy, hogy még mindig ott, ott tart, hogy vannak nagyon jó eredményei, nagyon jó futamai, de egy konzekvensen erős teljesítményt nem tud összetenni, és ez odáig vezetett, hogy hiába van ő rége a csapatnál, Magnája egyértelműen fölé nőtt az év második felére, és, és mondhatjuk, hogy átvette a kezdeményező szerepet a, a csapaton belül. És tehát szerintem év után, hogy még mindig csak itt tart, ez, ez így, így, már szerintem egy kicsit, kicsit karcsú teljesítmény. Igen, szerintem a kiegyensúlyozottság hiányzik elsősorban Millerből. pedig, pedig én amikor volt ez a herezi meglomani győzelem, ott én úgy éreztem, hogy elkapta a fonalat, de tényleg ahogyan ti is említettétek, bagnyája volt az, aki végül a Ducatinak a vezérembere lett. És ugye Miller is elmondta, hogy ez az ő hosszú távú jövőjére nem biztos, hogy túl jó esélyekkel kecsegtet, hiszen azért pont a Ducatinál van egy jó pár fiatal, aki ott dörömbölne a gyári, csapatnak az ajtaján, úgyhogy meglátjuk, hogy 2022 után is ott tud-e maradni. Én azért nem írnám le egyébként Miller, tehát a tempója abszolút megvan, tehát hogyha össze tudja rakni ezt fejben, meg így kiegyensúlyozottságban, meg mindenben a dolgot, és a Ducati is jó lesz, ahogyan ugye olyan hírek érkeznek, meg olyan visszajelzések érkeznek a versenyzőktől, hogy már eleve egy jó motor sikerült még inkább tökéletesíteni, akkor azért jövőre akár még Millerrel is számolni kellhet majd. Na itt, hogy eltelt nagyjából 20 perc az adásból, szerintem lassan térjünk rá a top 10-es listánkra is. Eddig ugye azokról beszéltünk, akik nem fértek be a 10-be. Kezdjük akkor ö, visszafelé, tehát a tizedik helyezettel. A mi listánkon az idei, tehát a 2021-es MotoGP versenyzők értékelésének listáján tizedik helyet ért el Miguel Oliveira, 6,33 ponttal. Lesz itt még egy versenyző, de róla is el lehet mondani azt, hogy igencsak két arcú szezon teljesített szerintem. Ugye volt egy nagyon komoly fellángolása ott a nyár elején, mugello és Barcelonában, amikor a KTM bevetette az új vázat. Ja, ott az egy komoly fejlesztés volt, és ott hirtelen tudott elérni egy második helyet és egy győzelmet. Viszont aztán jött Spielbergben az a bukása és sérülése, ami után viszont megbicsaklott a szezonja, és kicsit ő is olyan lett, mint ahogyan Millerről beszéltünk az imént, hogy igazából átvette a kezdeményezés csapaton belül Brad Binder. Nem tudom, ti hogyan értékelitek Oliverának a teljesítményét. Gyakorlatilag elmondtad itt a, a lényeget, ugye nagyon fontos különbség Millerrel Miller akár összehasonlítva, hogy valószínűleg nála ez a, a kettősség, kétarcúság, ez leginkább önhibáján kívül történt meg, bár most hirtelen ez sincs meg, hogy az a. Spielbergi bukás az, az kinek a, a hibája volt? Az egy edzésen történt egy bukás. Hát igen, tehát végső soron azt is csak magának köszönheti, de hát utána meg sem tudta közelíteni azokat a top 5 eredményeket, amiket addig összeszedett. Ami, ami egy érdekes dolog, hogy ugye év végére sem talált vissza a nyerő formájára, és, és, számára is egy vízválasztó év lehet a 2022-es, mert ő azért egy elég, elég, jó utat kezdett itt meg a tavalyi két Tech 3 KTMS győzelmével, különösen ugye a Portimaui sikerrel, és utána, hogy a gyári motorral erre még rá tudott dobni egy, egy lapáttal. Az a barcelonai siker az egy eléggé Tiszteletet parancsoló siker volt, és ott tényleg azt lehetett gondolni, hogy hogy ő és a KTM tényezővé válik a, a bajnokságban, is ők aztán azért elég csúnyán hát eltűntek a, a mezőnyben, bár ugye Bindernek nem lett rossz az év eredménye, de azért a, a dobogó helyekért sem voltak csatában a szezon második felében. Menjünk akkor szerintem tovább a kilencedik helyezetre. João Zárkó ért el ezt a pozíciót a milistánkon, listánkon, hat és fél pontos átlaggal. Na hát neki is olyan szezonja volt, vagy hasonló szezonja volt, mint akár Millernek, akár Oliverának. Ugye a szezon első felében úgy tűnt, hogy João Zárkó akár a világbajnoki címért is harcba lehet. Volt olyan pontja az idénynek, amikor ő tűnt a dukátisok közül a legmeggyőzőbbnek, csak aztán neki is jött egy szezon közbeni probléma, ugye neki is ez a klasszikus arm pump probléma lépett fel az ősszel, ott meg is kellett mitteni a karját, de igazából már előtte is elkezdett halványulni a teljesítménye, és mielőtt átadom a szót Tominak még egy fontos megjegyzés, hogy ez azért a szatelít versenyzőknél tendencia megfigyeljük, És ha, ha csak így a józan paraszt belegondolunk, valahol logikus is, hogy egy szatellitmotor, ami oké, okay, hogy elvileg ugye teljesen gyári ö, ö, gép, de azért mégsem ugy ugyanolyan ütemben kapják a fejlesztéseket, az általában a szezon elején ö, mutatja a legjobb formát, és ahogyan folyamatosan fejlesztik a, az elsődleges gyári gépeket, úgy lesz egyre nagyobb a lemaradás. Úgyhogy ez ilyen szempontból Kódolva van ez a tendencia. Ennek ellenére én egy picit csalódásnak érzem Zárkó teljesítményét a, ugye, nagyjából a szezonnak a második felében. Igen, az ő esetében szerintem azért ez a kész probléma, ez kicsit hátráltatja azt, hogy a valós teljesítményét lássuk. Ugye ez most a más szezon, második felében mennyire volt a a, a, kezének köszönhető, meg mennyire formahagyatlás volt, ez egy kicsit nehéz meghatározni, de, de tény, hogy, hogy a jó kezdés után elszürkült. Nem, én nem írnám le amúgy, szerintem, szerintem a jövő év az azért... most nem is tudom, hogy van a is pilótáknak a szerződése. Mindenkinek mindenki. 2022 végéig szól. Hogy jól sejtem. És a legnagyobb problémája a csapattársa, Jorge Martin. Igen, uh, igazából arra akartam kiukadni, hogy a, a jövő év az egy nagyon ördög. Ugye Bagnaia valószínűleg uh, marad, ha, ha, azt a formát hozza, amit év végén, akkor uh, valószínűleg nem, nem, lesz hely problémája. Viszont a másik gyári szerintem az mind, mind Zárkó, mind Miller, mind, mind Martin, uh, jó esélyekkel indul. És, és és köztük nagy csata lesz azért, hogy, hogy kiülhet föl arra a motorra. Ha az zárkó azt a formát hozza, amit idén, évelején, akkor akkor könnyen lehet, hogy a, a KTMS szakítás után és az ilyen eléggé, eléggé furcsán összehozott is menekülő úton csak, csak visszatalál arra az ösvényre, ahol ahol elindulhat abba az irányba a karrierje, ahol még a is években kinézett, hogy hogy menni fog. Én Zárkóval kapcsolatban azt érzem, hogy nagyon kezd kifutni az időből. Um, hát az tény, amúgy, igen. tehát ez a ez a is karrier, ez, ez az ő hájafutása szempontjából egy teljesen felesleges kerülő. Neki valahogy, tehát vagy vagy ugye a Yamaha-nál kellett volna följebb lépni. Uh, ugye ott ugye még gyári motort sem kaptak emlékeim szerint, csak amikor ugye hirtelen megtermett a Petronász, vagy pedig a KTM-nél azt az utat befutni, amit, amit mondjuk Oliveira. Uh, hát igen, uh, de hogy... Uh, tehát tény, ami tény hogy jó a, a produkciója, uh, de számomra pont ez a, ez a pramakos uh, jó teljesítmény, és ha én ülnék a, a Ducati-nál vezető pozícióban, nyilván jó okkal nem én ülök ott, akkor ö, én előbb választanám Jorge Martin, de még akár Enéa Bastianénit is, mint ö, Joan ö, Aki egy na nagyon jó szintet hoz, azóta leszámítva a KTMS időszakot, tehát a Yamaha-nál is azért voltak megvillanásai, de Picit olyan érzésem van vele mindig helyt fedel a, a forma egyben, hogy ha valaki ennyi, ennyi éven át nem tud egy futamot sem megnyerni, egy ilyen mezőnyben, ahol már nagyon erős túlzással a háromkerekű biciklivel rajthoz álló versenyzőnek is van futamgyőzelme, az az azért egy, egy jel. És, és, egészen biztos vagyok abban, hogy a ducati a, a jövője az nem Joanzárkóban Zárkóban van, sokkal, sokkal, inkább a Banyája Martin, és mondom Bastianini vonalon. Azt meglátjuk, hogy kinek a, kiben van a KTM-nek a jövője, a nyolcadik helyezettünk, ugyanis Brad Binder, aki 6,83 pontot kapott átlagban tőlünk. Ugye két helyen előzte meg Oliveirát a listánkon, a jól tévedek, akkor Ennél egy picit nagyobb a különbség köztük a valós világbajnoki tabellán, igen, egész konkrétan 8 hely. Ugye Brad Bindernek volt egy futam győzelme a szezonban, ugye az osztrák nagy díjon az a bizonyos esős verseny, erről még fogunk majd szót ejteni. De azon kívül, amit én kiemelnék Binder szezonjával kapcsolatban, hogy az edzéseken nem ment túl jól a szezon nagy részében, viszont a versenyeken folyamatosan oda tudott kavírnyálni a top 10-be, volt, hogy annak akár ugye a közepébe, vagy akár az első felét is meg tudta közelíteni. Ilyen szempontból szerintem nem véletlen, hogy a KTM elsősorban vele hosszabbított szerződést nem Oliveira-ban, talán több potenciálban van Binderben, és egyébként összességében is én jobbnak értékelem a teljesítményét abszolút, a, mint, mint oliveira és hatodik lett ugye a világbajnoki összetetben, ami azért egy KTM-mel, főleg egy idei KTM-mel, ami szerintem nem volt annyira versenyképes motor, mint mondjuk a tavalyi ott a szezon közepétől, vagy a közepétől, augusztusban ott az a szezonnak a negyedik futama volt nagyjából. Tehát, hogy nem volt ez a KTM annyira ütőképes, nem tudtak olyan fejlődést mutatni, mint a, amit a tavalyi év alapján talán gondolni lehetett róluk azon gondolkoztam mindenrel kapcsolatban, hogy ha valamilyen csoda folytán az az osztrák nagy nem számított volna bele a világbajnokságba, akkor tudnál egy konkrétumot mondani, hogy hogy mit csinált ő ebben a szezonban? Hát be, amit elmondtam, be... hogy, 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 hogy konkrét egy, ilyen látványos egy konkrét momentumot... esemény, bár, bármi amit amit csinált. Mert... Én, én egy picit csodálkozom, hogy hogy ő ilyen előkelő helyen végzett nálunk ezen a, a listán. Nyilván ez nagyon nagy mértékben az osztrák ö, káoszban aratott futam győzelme volt a. a főindok, de... Csak azért megjegyzem, hogy ugyanannyi pontot adtunk mi ketten Bindernek, és Tomi adott kevesebbet, úgyhogy ne települjél meg rajta, hogy, hogy ennyire elő van a most, iste. most így utólag, igen. Ez, azért, mégis azért mégiscsak hatodik lett a vb n ez egy, egy de nem annyira kiugró teljesítménnyel ez, ez hozható, és nem, nem lehet ezt rossznak mondani igazából. nem szürke eminenciás, ez, ha, ha ezt megtartja, és erre tud építeni, meg a KTM is tud fejlődni, akkor ezt ugye már sokszor kitárgyaltuk, hogy, hogy lényegében egyenes út a világbajnoki címig, de egy, egy mi lényegében tavaly ezzel, ezzel lett bajnok, hogy ő, ő borzasztó kiegyensúlyozott volt. Nem, nem nyerte magát halomra, csak, csak mindig ott volt az elején, és ez, ez abban az évben elég volt kicsit uh, saját magamnak is most az ilyen imént elhangzottakkal ellentmondva. mondva. Ö... Beszéljétek meg, ma... tehát Evi... meg magad <laughs> a <real> gyorsan, abszol... <laughs> hogy mit is gondolsz Binderre. <laughs> Nekem semmi bajom Binderrel, ez ugyanezen a néven nem mondható el min mindenkiről. <laughs> De ö... nem tudom, én Oliver egyébként több potenciált látnék, még ha ez az idei év nem, nem is Feltétlenül ezt húzta alá. Bindernél valóban a kiegyensúlyozottsága, ami akár a korábbi szezonban sem volt feltétlenül jellemzőre, az az, az ö, tényleg nagyszerű. Az, hogy mindössze egy futam volt, ahol ö, ki kellett állnia, és az összes többi versenyén ö, sikerült pontot szereznie, ez azért tényleg egy impozáns eredmény. Az, Iménti meg csak az, hogy, hogy tényleg ez a szürke eminenciás láthatatlan ö, ö, hős, vagy, vagy nem tudom hogyan apostrofáljuk őt, ö, ezt, ezt erősíti, ebből nyilván ö, lehet nagyobb eredmény, csak ez tényleg a KTN-nek is javulnia kell. Menjünk tovább a hetedik helyezetre, hogy az zárkóról azt mondtuk, ugye, hogy ennyi év után illet volna már egy futamot nyerni a MotoGP-ben, akkor a hetedik helyezetről mondjuk el, hogy ugye az egész világbajnoki karrierjében nem tudott még futamot nyerni, és ezzel ugye majdhogy nem egyedül van a jelenlegi MotoGP mezőnyben. Ennek ellenére a hetedik helyen végzett a listánkon. Aláics Cseszpárgáról van szó, aki kereken 7 pontot kapott átlangban tőlünk, és szerintem... Az, hogy ő most az áprilijával befért a top 10-be, nem nálunk, hanem a világbajnoki összetetben, és ugye végre megszerezte azt a bizonyos hőn első dobogót az áprilijának, azt szerintem azt mutatja, hogy alapvetően egy nagyon erős szezont futott párgáró. és végre most alkalmas volt a motor is arra, hogy az amúgy évek óta vezető szerepet betöltő Eszpárjáró csapaton belül ugye vezető szerepet töltött be, most ez valamivel látványosabb eredményeket is tudott hozni neki. Ugye erre utaltam korábban, még mindjárt lesz hogy a, az ápri, Aprilienál az, az egy örökkérdés volt eddig legalábbis, hogy most a motor egy rossz motor, amiből Espargaro ennyire sokat kihoz még így is, vagy ez egy alapvetően nem feltétlen annyira rossz motor, csak Espargaro nem olyan jó pilóta. Ez, ez ugye volt egy ilyen, ugye Melandrival kezdtek talán még, az ugye az is egy csófos történet lett, Lősz is főleg inkább csak a sóderányban vizsgált a kavics minőségét pontgyűjtögetés helyett szerintem emiatt nehéz ez teljesítményét megítélni, mert nincsen egy olyan referencia pont, ami majd majd jövőre lesz finnyá lesz képében, ha egy egészséges teljes szezont tud majd futni, és nem azt nézi, hogy működik a fordulatszámhatároló. és tehát, emiatt lehet, hogy amúgy ő most éppen felül van reprezentálva, az tény, hogy tehát meg lett az a hőnái hitott dobogó, az is tény, hogy párgárónak aztán tényleg semmi, de semmi eredménye nincsen a, a, a teljes karrierjében, tehát jó, azért a semminél egy lehetett jó, semmi azért polpozíciót szerzett. Jó, ez, ez, ez tény, de, de hogy nincsenek győzelmek és, és, és jó, jó összetett beli helyezések, tömkelegei kisebb kategóriákban. Most ugye azt, hogy a MotoGP-ben ugye már egy jó ideje az áprilijánál van, ott mondjuk azért nyilván nehéz is lett volna, de ugye úgy az egész korábbi karrierében nem találni azt, hogy azt mondanád egy évére, hogy ú, ez, ez, aztán olyan volt, hogy, hogy hú. úgyhogy, úgyhogy neki, neki, szerintem a mostani, meg ugye az eddigi teljesítményét az a jövő év fogja igazán elhelyezni ezen a skálán, hogy amikor vinyán leszel egy, egy teljes szezonban összemérve lehet megnézni, hogy, hogy mire jutnak azzal a motorral. Azért így megnéznék egy családi vacsorát az Espargaró fivéreknél, hogy a Paul Espargaró a levesből fölnéz, és hogy, hogy tetszenek ezek a szép győzelmi trófák, és az a 2013-as Moto2-es világbajnoki cím, az is, az is szép. Ennek nem. ellenére Alejce Gáró volt a mi listánkon is előrébb. Igen. Pedig amúgy, tehát hogyha így belegondolsz, hogy egy Repsol Honda meg egy Aprilia összevetésében azért nem biztos, hogy az Apriliára szavaznál, hogyha most tőled megkérdeznék, hogy mire ülnél föl. Hát ő, Enea Bastianini is egy olyan motoron ült, amire nem biztos, hogy sokan vágytak. Ő ugyanis a hatodik helyezettünk a listán, 7,5 pontos átlaggal. Hiszen azon kevés versenyzők egyike volt, aki nem aktuális évi versenygéppel versenyzett, és elsősorban azzal érdemelte ki a hatodik helyezést a milistánkon, hogy ugye az utolsó harmadában az évnek elképesztő fejlődést produkált, de ez önmagában még szerintem nem lenne elegendő ahhoz, hogy ennyire magasan értékeljük, de már előtte is kifejezetten biztatóan teljesített. Mondjuk hasonlítsuk össze Luca Marini-vel, aki ugye szintén újonc volt a csapattársaként. Ő, ő egyáltalán nem tudott ilyen megvillanásokat produkálni, mint Bastianini. Neki azért ott a mizánói dobogók előtt is voltak jó eredményei, de hát ugye nyilván a, a, a koronát az írra, vagy a pontot a mondat végére, vagy ahogy össze kell rakni ezeket a mondásokat helyesen. Most én a, a majom a kutyára. Igen, meg nem látja az anyja fától az erdőt. Szóval, hogy a, a, nyilván a dupla mizánói dobogó volt a csúcsa a szezonjának. Hát igen, neki ott ez a a brit brit aragon San Marino vonalon elindulva ugye elkezdett az eredmény sorra az egyhez tartani. Ugye 12. 6. 3. Tehát ez kellene sokáig folytatta volna, akkor előbb-utóbb a győzelem is meg lett volna, csak kifagyott a szezon, meg megszakadt ez a szép mértani sorozat. Ugye az ilyen pár kiugró eredménynél vagy pár dobogó, pár jó eredménynél, ugye mindig az a, az a, nagy kérdés, hogy amúgy alapvetően mit vártunk az adott pilótától, illetve a, az ő képessége és a technika az mire predestinálná. Igazából ugye Bastianini-nek ebből a szempontból, és mint minden úgy osznak, meg mindenkinek, akit úgy igazán nem vár semmi extra, könnyű dolga volt, mert ő hozott két dobogót, meg egy, meg egy pár jó teljesítményt, ami tényleg vagy nem egy-egy kiugró valami volt, hanem azért egy Sorozatba illeszthetően jó forma. Ezzel az egészen más száj van, mint, ha, mint ahogy mondjuk ezt Zárkó produkálta, akitől lényegében ez az alapelvárás, és ha ez csak pár futa, vagy csak a szezon egy részében tudja hozni, az csalódásként van megélve. Tehát ez, ez nyilván ez, ez, ilyen esetekben mindig, mindig torzít, de tény, hogy, hogy Bastianini érte nem csak annyi volt, hogy egyszer elsípett egy dobogóz, hanem a szezon második felében ő, bizony egy elég erős. És nagyjából átment egy olyasmi formai javuláson, amin, amin és nyilván kicsit mélyebbről indulva nem oda jutott hirtelen, hogy győzelmekért és vpc címekért kezdett harcolni, de de ugyanez a szintlépés megvolt, és nagyon kíváncsian várom, hogy jövőre mi, mi lesz a tendencia, mi lesz a folytatás. Igen, ezt egyébként jó, hogy elmondtad, hogy nyilván a, a versenyzők abszolút értékben vett teljesítménye mellett azt is figyelembe vettük a, a pontozásnál, hogy ki milyen technikán ült, ki, kitől mi volt az, ami úgy elvárható meg, tehát a csapattárshoz viszonyított teljesítmény, meg ilyesmiket, de ezt általában ugye így, így is szoktuk, mert hát különben akkor ott a világbajnoki összetett, és akkor az a rangsor. Ha nem csak a MotoGP-re és a motoros műsorunkra vagy kíváncsi, hallgass a Formula Podcast adásait is. Formula Podcast az Autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények és minden, ami autósport. Betlen Tamással, Gellérfi Gergővel és Mészáros Sándorral. No hát kanyarodjunk rá akkor a top 10-es listánknak az első felére, jön az öt legjobb versenyző szerintünk a 2021-es MotoG, MotoGP szezonban. Az ötödik helyen végzett Mark Marquez 7,67 század ponttal. Hát már kezdnek a szezonjáról, szerintem egy külön adást is lehetne kanyarítani, de röviden ugye az első kettő meg az utolsó két versenyt kihagyta, és nyilván beletelt egy jó hosszú időben, mire a, a tavalyi kartöréséből és az azt követő három műtétjéből olyan állapotba került, ami úgy nagyjából megközelítette azt az állapotot, ami ahogyan tavaly versenyzett 2020 júliusának közepén, ugye a herezi bukás előtt. De hát azért csak kijött neki három győzelem, Én nyilván kettő hazai pályán, idézőjelben, a Sakszeringen és Austinban, meg ugye volt egy Mizánói győzelme, ami ugye Bagnyája bukásának volt köszönhető, de ami szerintem ezen a három győzelmen is túlmutat, így biztató teljesítmény szempontjából az az, hogy a, mielőtt ugye jött az újabb sérülése, az edzés, edzésen elszenvedett sérülése, és a, annak kapcsán a kettős látással kapcsolatos problémája, az előtt egyre stabilabban teljesített jól. Ugye az első mizánói versenyen is már a dobogóért harcolt, és azért rugózom ezen a mizánon, mert az ugye nem balkezes pálya. És ugye Márkeznél nagyon fontos az, hogy hogyan teljesít a, a jobbra kanyarodó pályákon, mert a balra kanyarodó pályákon ugye szerintem volt egy vagy két adással ezelőtt poénkodtam azon, hogy szerintem azon még Austinban tavaly július 20-án is tudott volna nyerni. Peti, mit akartál mondani? Láttam, hogy jelentkeztél. Azt hiszem, hogy Márkeznek de hogy sokszor a pályafutása során nem a Pályán utazott teljesítményé miatt kell magyarázkodnia, ha egyáltalán magyarázkodnia kell. Tehát, ö, senki nem ismeri pontosan a, az egészségi állapotát, meg azt a ö, rehabilitációt, amin a, az elmúlt másfél év során keresztül ment. Nem hiszem, hogy van ö, bármilyen földi lény, aki, aki ehhez hasonlót véghez vitt volna. Ö, Tekintve, akár csak azt, hogy, hogy tényleg Portimao-tól Mizánóig hova jutott. Ami vele kapcsolatban aggodalomra ad okot, az valóban az, hogy mi maradt vissza esetleg ebből a, a tavalyi sérülésből, illetve a kevésbé szerencsésen alakuló műtétekből, valamint, hogy ez a legfrissebb offroad bukása, kettős látásos ez milyen kihatással lesz a pályafutásának a, a további részére. Az látszik, hogy, hogy tényleg, ha, ha már oda kerül, hogy fölül a Repszol honda is -re és, és pályára gördül, az, az nem sok magyarázkodni valóra szorul. Én egyébként nincsen friss hír Márkezről. A Alberto Puig mondta azt, hogy karácsony környékén fogják újra megvizsgálni Márkezt, és ugye az alapján döntenek a továbbiakról. Hát lehet, hogy egyébként úgy szokott ez történni, hogy most ezt fölvesszük ezt az adást csütörtök este, és mire pénteken kikerül a díra pont, jön majd erről egy közlemény, mert azért közeledünk a karácsonyhoz is. Hát nagyon bízunk benne, hogy a Katari szezonnyitóra felépül már, ez még egy dolog az ő szezonja kapcsán, ami szerintem megmutatja az ő klasszisát, hogy sérülésből visszatérve is toronymakasan ő volt a legjobb a Hondán. Tehát az első körétől kezdve nem volt itt kérdés vagy akár csak Paul vagy az LCR-esek, akik egyébként nem említettük őket itt a top 10 kívüliek közül, de meglehetősen szürke szezont futottak szintén, szintén. ugye Alex Márkez és Takaki Nakagami. Úgyhogy a, a, csapaton belül, vagy márkán belül márkeznek az első helyen nem kérdés, úgyhogy ezért is ennyire előkelő helyen szerepel a milistánkon. Most azt hirtelen mindjárt meg is mondom, hogy ugye a világbajnok összetetben is hetedik lett, ugye, úgyhogy gyakorlatilag a szezonnak majdnem a negyedét kihagyta. Hát, úgyhogy ezért mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény. Igazából már is kicsit az a helyzet, mint Zárkónál, hogy nem Nehéz meghatározni, hogy a, a sérülés az mennyire játszott szerepet a, az ő formájában. Tény és való, hogy ő, tehát az ő színvonal, az valahogy meg a képesség, azok ott vannak, ahol a, a sérülés előtt voltak. Azóta, azóta nem csak ő. ő ő bomlott meg idézőjelbe hanem az egész csomag, ami ott a Repsol honda összeállt. Tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon nehezen elhelyezhető, hogy ebben a gyengébb eredményben mennyi márkez része, mennyi motor része, mennyi a sérülésének a része. Nagyon-nagyon-nagyon reméljük, hogy, hogy lesz még neki egy, egy, egészséges és teljes szezonja, és, és akkor látni fogjuk, hogy, hogy mi maradt abban a márkezből, akit, akit itt megismertünk a király kategóriában. Meg már a Meg, is egyébként. Már ezzel azonos pontszámot kapott tőlünk a negyedik helyezettünk, Joan Mir, szintén 7,67 század pont. Ez gyorsan ütel is mondjuk, hogy ebben az esetben ha a, pontazonosságnál a világbajnoki helyezés döntött. Hát Joan Mir ugye regnáló világbajnokként vágott neki a szezonnak. A az ezzel kapcsolatos elvárásokhoz talán nem tudott felnőni, de szerintem így is egyébként egy nagyon erős idényt futott. Ugye a győzelme nem volt, de dobogókból így is kiütött neki nagyon sok, és ahogyan azt már Rinsznél említettük az adásnak az első szakaszában, egyértelműen ő, ő a Suzuki-nak a vezérembere jelen pillanatban. Igen, ez résznél most nem hangzott el, de akkor itt pótlom, hogy miért kétszer annyi pontot, Gyűjtött, és fel annyi nullázása volt, mint Rinsznek, ami. Amit, amit említettünk, hogy csapaton belül teljesen átfordult a, a, az erő sorrend. nem meglepő módon figyelembe véve az elmúlt hónapok évek tendenciáját. És mire kapcsolatban hát túl sok újdonságot? Most nem tudunk megfogalmazni, azt hiszem ezt kihangsúlyoztuk eléggé. A, még a szezon közi podcastek során is, hogy ő kihozott gyakorlatilag mindent, ami ebben a Suzuki-ban, a 2021-es Suzuki-ban benne volt, úgy, ahogy a 2020-asból is, csak az ugye egy világbajnoki címet eredményezett, ez meg egy összetett beli dobogót, ami szintén nem egy rossz teljesítmény. Az, az volt meglepő, és, és talán mírnek egy, egy új Mir arcának egy, egy, új színét jelentette, hogy, 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 hogy ezt, e, micsoda frusztrációt okozott benne. Túl frusztráltnak őt, őt még talán a motokettes év éve alatt sem láttuk. Igen, ugye Mir elmondta, hogy személyesen úgy érzi, hogy jobban teljesített, mint tavaly. Csak éppen ugye a, a motor nem volt talán annyira ö, jó, mint tavaly, és ugye, hogy azt már tényleg sok milliószor elmondtuk itt a korábbi motokasztok során, ez, az a teljesítmény, amit tavaly nyújtott, az idén amúgy se lett volna elegendő a világbajnoki címre, mert voltak nála erősebben és szintén konstansan teljesítmény, teljesítmény nyújtó versenyzők. Ezt, igen, én is úgy érzem, hogy igazából azt a teljesítményt, amit tavaly nyújtott, azt nyújtotta az idén is. Tehát tényleg, hogy tavai éve sem arról szólt, hogy itt halomra nyertem. Akár egy egy konstant erős teljesítményt nyújtott. Idén úgy, hogy azért a riválisok kicsit fölé tudtak nőni a Suzuki-nak. Így, így ez a teljesítmény csak a harmadik helyre volt elég. Ez, persze ez egy nagyon fuszráló, mikor mikor úgy érzed tényleg, hogy mindent beleadsz, és, és, és még mindig hiányzik valami, és azt már nem rajtad múlik. Bár ugye azt hiszem, most lenyilatkozta szó szerint vagy nagyjából szó szerint fordítva, talán azt mondta most már, hogy le se szarja a kritikákat, amik a teljesítményére zúdulnak, mert hogy ő mindent megtett, és szerintem ebbe amúgy nem igazán lehet kifogást találni. Egyszerűen ez a motor idén ennyire volt elég. Mirnek így a hozzáállása, vagy a mentális állapota szerintem majd akkor lesz nagyon érdekes, amikor beindul az újabb silly season. Mert érzek itt most egy ilyen vihar előtti csendet, hogy itt, itt, többen is nagyon elégedetlenek a nagyon kis túlzás, de hogy, hogy ilyen elégedetlenségi hullámokat lehet érezni. Fábio Quartararo talán az egyik példa, hogy itt nagyon érdekes lehet, hogy, hogy ki merre mozdul majd, melyik csapathoz. Egy közbeszúrást engedjetek meg. Ugye Kézi Stoner nyilatkozgatott itt az utóbbi hetekben, hónapokban, amikor ugye feltűnt a MotoGP pedokban, és ő elmondta picit ennek kapcsán, vagy ehhez kapcsolódóan is, hogy az nem tetszik neki a, a jelenlegi versenyzők jelentős részében, hogy egyszerre nem hajlandók alkalmazkodni. Mindenki azt várja, hogy a motort állítsák hozzá az ő igényeihez, míg Stoner saját magáról elmondta, hogy az volt talán a a legfőbb erőssége a pályafutása során, és egyébként ezzel ugye a látottak alapján is nagyon nehéz vitatkozni, hogy ő nagyon gyorsan tudod bármihez alkalmazkodni, ugye akár a, hát az egész Dukát is pályafutása erről szólt, meg ugye, hogyha emlékszünk, akkor még talán már Márkeznél is egy szinten magasabb ö, szintet képviselt abban, hogy a pályára kigurulva azonnal gyors tudott lenni, és ez az, amit hiányol ö, Stoner a jelenlegi versenyzőkből, hogyha nem olyan a csomag, ami az ő stílusukhoz passzol, akkor nem is, tehát nagyon kevesen vannak azok, akik ö, ö, elsősorban azt próbálják meg, hogy ők maguknak a stílusát ö, igazítsák hozzá a motor, inkább a motor próbálják meg a saját stílusukhoz igazítani. Kicsit most összevonvaszt az előző két témát Ugye a mostanság az volt a divat, hogy mire új évkor pukkadtak a pezsgők Akkor nem, hogy az adott évi, hanem mert a jövő évi szerződések is meg voltak kötve <laughs> Tehát kicsit megvédve a mostani mezőnyt Azért nagyon nehéz úgy megpróbálnod alkalmazkodni a motorhoz Hogyha a három futamon nem úgy teljesítesz A szezon első három futamán nem úgy teljesítesz, hogy el van várva akkor kis már úti laput is kötöttek a, a talpadra, és, és kereshetsz más, más ö, istálót. Így, így nagyon nehéz, hogy, hogy ha nem adnak időt, hogy megpróbáljon alkalmazkodni, akkor, akkor persze, hogy mindenki azt keresi, hogy rögtön bele tudjon ülni úgymond a útiba, mert, mert különben csak egy ilyen karriermentő üzemmódba válthat át, és, és azzal nem jut előrébb. Elérkeztünk a dobogósokhoz a top listánkon, a top 10-es 2021-es top 10-es motogp ranglistánkon. A harmadik helyzet Jorge Martin lett 7,83 század ponttal. Hát Martin az év újonca teljesen egyértelműen ugye több polpozíciót is szerzett, sőt tehát kifejezetten sokat most hirtelen, ha jól emlékszem, Négy. négyet. Igen, négyet. Négy polpozíció, ugye nyert is egy futamot, több dobogója is van, mindezt újoncként, ugye úgy, hogy már a második versenyén dobogóra állt. És utána meg kihagyott ö... négyet. Igen, ugye volt ez az, az emlékezetes Portimaui bukása, éppen ma posztolt egyébként Mártin, hogy kiszedték a, a karjából és a bokájából azokat a lemezeket, amit ott a, azután kellett behelyezni. Hát ö... Le a kalappal Jorge Martin előtt ugye Moto3-as világbajnoki címe előtti évben is ugye már jellemző volt rá, hogy egykörön nagyon gyors volt, ha emlékszünk erre. És most nem akarok hülyeséget mondani, de talán pont ő is úgy volt, hogy az utolsó verseny nyerte meg a MIR által dominált szezonban, és a következő évet pedig letarolta a Moto3-ban, és ugye némi motokettezés után megérkezett a MotoGP-be, és azonnal letette a névjegyét a Pramac Ducatinál tényleg le a kalappal előtte, az újoncok közül a legjobb teljesítmény nyújtotta a kihagyás ellenére is. Nem tudom, mit akartok még ehhez hozzátenni, Peti. Egy abszolút személyes megjegyzést szeretnék ehhez hozzáfűzni. Nekem Mártin, <coughs> bocsánat, a, Moto3-ban egyáltalán nem tartozott a szimpatikus versenyzők közé. Semmi kiemelkedő negatívum, egyszerűen nem, nem volt szimpi. De már a Moto2-ben egy nagyon izgalmas, jó irányt kezdett meg, és aztán itt a, a MotoGP-ben pedig szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas, szimpatikus személyiség kezd előbújni belőle, egy, egy, kimondottan pozitív alkat, mosolygós, az, az, egész, egész MotoGP az egy nagyon pozitívan álló személyiség, és, és nekem ő egy, egy, nagy pozitív csalódás e tekintetben. És hát ugye, hogy azt elmondtuk, kíváncsian várjuk, hogy a Ducatin belül hogyan alakulnak az erőviszonyok, mert hogyha az idei formából kell kiindulni, szerintem nagyon jó esélye van arra, hogy 2023-ra gyárülést kapjon. És hát ott a csapattársa az lehet, aki a Milistánkon pedig a második helyet foglalt el. Francesco Bagnájáról van szó, nem meglepő módon ő lett nálunk a második, az év második legjobbja 8,67 század pontos teljesítménnyel. Hát világbajnoki ezüstérmes. Kicsit döcögősen indult talán a szezonja, bár egyébként rögtön az első négy futamból háromszor dobogóra rá, tehát azért az a döcögés is elég magas szinten történt. De ami ugye igazán lenyűgöző volt, az a szezonjának az utolsó harmada szintén, amikor, vagy hát picivel több, mint a harmada, amikor egyértelművé vált, hogy ő lehet az, akinek még talán lehet esélye arra, hogy megszorongassa Fábio Kvártárárót. Ott ugye volt egy nagyon hosszú polpozíciós sorozata, meg ha nincs az a mizánói bukása az Emilia Romagnai nagydión, akkor ugye az utolsó hat versenyéből ötöt megnyert volna, egyen pedig harmadik helyezést ért volna el. Hát ezt már szerintem a múltkori adásban is említettük, hogyha ezt a formát átmenti, meg a Ducati is ezt a formát átmenti, akkor lehet, hogy őt lehet megnevezni majd a fő 2022-ben, de egyelőre még beszéljünk arról, hogy mit nyújtott 2021-ben. A Ducati nagy tragédiája az, hogy nem volt egy olyan versenyzője, aki egész szezonban ennyire erős teljesítményt nyújtott volna. Ez mondjuk talán abból is látszik, hogy ugye a konstruktori bajnoki cím az övéjük lett, um, tehát, ha egy kicsit, kicsit korábban, uh, korábban találja meg ezt az elképesztő formát akkor, akkor uh, sokkal kevésbé lett volna a simább bajnok bajnoki címe, és ez egy nagyon parás csatát ígér 2022-re, ha nem borulnak föl drámaian az erőviszonyok. Megkockáztatom amúgy, hogy, hogy, hogy idén amúgy. Tehát a Ducati az egy jobb csomag volt, csak, csak sok felé oszló, illetve hát a szezon tekintve sok felé oszlott meg a jó teljesítmény, mert Miller is jó volt egy kicsit, Zárkó is jó volt egy kicsit, Magnyarja is jó volt egy picit többet, de egyik őjük se tudta azt a, azt a teljes szezonos konstans teljesítményt hozni, amit, amit Quartararo, és, és ez, ez, ez a ducatinek nek Magyarja. a bajnak. Már, de hogy, tehát ugye Quartararo jó, értem, egész értem, értem, jó értem, volt. Értem, értem, értem. Ducatina, meg ugye Magnyarja is, hát a kétharmadot tudta csak. Ha ezt jövőre háromharmadra föltornázza, akkor, akkor én, én, én megértem a hogy itt bajok lesznek az ő szemszögükben hogy ki kell emelnem, hogy ugye nem, nem, látják a hallgatók, de mi Petivel mind a ketten serényen bólogattunk, hogy szerintünk is a ducati volt a, a, jobb csomag ebben a szezonban. Peti, te még mit akartál hozzáfűzni? Um... Szerintem így a, a Ducátinál, a teljes csapatos sorcserével cserével is akár egy, egy nagyon komoly átformálódás ö, ö, zajlik, és ö, tulajdonképpen ö, azért el, elég gyorsan véghez ment. Tehát hogy az, az a csapat, amelyik még nem olyan rég Doviciózó csapata volt, és ő volt a, a húzó ember, Lorenzo a díszvendég ebben a szerepkörben, ahhoz képest, hogy hogy Bányájának és Millernek ez volt az első teljes a gyári e, csapatnál, e, Nagyon ehhez képest gyorsan találták meg a, a nyerő nyerőcipőt. E, kár, hogy egy ilyen-egy olyan volt, tehát a, a cipőnek a, a bal fele az Millernek jutott, a jobb az, az Bányájának. Bányájának elég későn jött az áttörés tényleg a, a futam győzelemmel, ugye csak Aragonban. Viszont az év végére meg tényleg egy piszokerős csomag állt össze, és nem véletlen, hogy, hogy most már második adás óta arról beszélünk, hogy valószínűleg nem Fábio Quartararo, hanem Francesco Bányája a 2022-es szezon nagy esélyese. Várjuk azért még meg a teszt időszak végét ezzel a végleges kielentéssel. Azért ugye jegyezzük meg azt is, hogy Quartararo-nak az előnye birtokában, Uh, ugye a szezon másik felében sokkal inkább arra kellett törekednie, hogy uh, lehetőleg minél értekesebb pozícióban érjen célba, de neki már nem volt élet halál kérdés, hogy, uh, hogy még egy helyen előrébb végezzen. Ez nyilván valamelyest megkönnyítette Bagnaia és mindenki másnak a dolgát. Ez persze nem kisebbíti az érdemeit, csak úgy a, a teljesség kedvéért jegyezzük meg, hogyha most uh, szezon Kezdetekor indulnak ugyanilyen teljesítmény szinttel, mint a szezon végén voltak, akkor azért nem biztos, hogy ez lett volna a, a, a győzelmek aránya kettejük között. Mert akkor pártára is nyilván jobban oda teszi magát. Na akkor elérkeztünk a listán első helyezetjéhez, és szerintem hát nem árulunk zsákba macskát azzal kapcsolatban, hogy ki lett az. Hát most mindenki meglepődne, hogyha nem Fábio Quartararo nevét mondanák, mert azon még talán lehetne vitatkozni, hogy mondjuk feltétlenül az első helyen van-e a helye, de hogy a top 10 benne legyen benne, az nyilván elképzelhetetlen. Úgyhogy hát természetesen Fábio quartararo értékeltük a legmagasabbra 2021-ben, 9,67 század pontos átlaggal. Tomit kérdezzük meg, hogy miért nem adott neki 10 pontot. Csak azért, mert ő a, a rossz ebben a történetben. <laughs> én, én úgy voltam vele, hogy a 10 pontot azt a, azt a Márkezi teljesítménynek tartom fönt. Tehát azért azért ez annyira elképesztően átütő szenzon nem volt, mint amit, mint amit Márkez produkálta a sérülése előtt. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon erős, és nagyon-nagyon-nagyon konstansan erős, szezon volt, ami tehát ez így önmagában tényleg a, a tökéletes. ez az ötös, amit már produkál, az pedig a csillagos ötös. Gyors volt, konstantan gyors volt, ez, ez, egy olyan, olyan kombó, amire, amit nem lehet legyőzni, ez a tökéletes recept arra, hogy világbajnok legyél. Ugye ezt, ezt is elmondtuk már párszor, hogy legalábbis én mondtam, hogy ugye Mirnek tavaly abból a szempontból szerencséje volt, hogy neki egy konstans, de nem annyira ö, gyors teljesítmény elég volt akkor a bajnoki címhez, de az, az csak abban az esetben elég, ha a többiek is kellően körbeverik egymást, illetve nem tudnak eléggé kiegyensúlyozottak lenni. Még Vártár Áról már tavaly is három győzelmet adott emlékeim szerint, Igen. csak akkor még, ö, még ö, több kiesés is tarkította ö, a szezonját emellett. Idénre viszont Tényleg két győzelem, vagy legalábbis dobogó. Után jött egy, egy gyengébb hely, ami ami nem nagyon sőt, igazából top 10 volt szinte végig, és ö, egyetlen bukása volt. Az is ami, már a világ címbe biztosítása után. Igen, tehát ezért ez, 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 ez egy abszolút ö, ö, tökéletes teljesítmény, csak szerintem ahhoz, hogy 10 per 10 legyen, ahhoz, ahhoz tényleg már kezi magasságokba Az kell Már kezd 2019 ke Igen. Igen, egy, egyébként ugye Quartararo kapcsán még egy apróság, hogy a, a, gyengébb eredmények közül is ugye több olyan volt, ami önhibáján kívül történt. Ugye említettük a herezi kar problémát, ott ugye egy győzelmet dobott el, és lett 13. helyette. Meg ugye volt Barcelonában a, a szétnyíló ruhája, ott is ugye második helyen haladt Oliveira mögött, amikor ez megtörtént, és végül hatodik lett egy büntetéssel együtt, hogy egészen elképesztő szezont futott Quartararo, nyilván egyébként abban abszolút igazad van, hogy nincsen mondjuk, ő, vagy nem volt már keznek a 2019-es szintjén, vagy ugye Rossi futásából is lehet egy-két ilyen évadot említeni, de azt szerintem vitathatatlan, hogy a teljes szezont nézve, tehát Katartól Valenciáig nézve ő nyújtotta a legjobb teljesítményt. Még a pontozásra akartam csak visszautalni, hogy én is viszonylag sokat vacilláltam, hogy ez most 9,5-ös vagy, vagy 10-es produkció kvártalárótól. És végül és megint lehet, hogy az én lágy szívűségem, jó hogy én azért adtam meg neki a, tízest, az egész egyszerűen, amit már itt paddítom és pedzegetett, hogy ebből az évből, ebből a csomagból, ezekből a szituációkból nem lehetett volna többet kihozni. És, és pláne, hogyha tényleg megnézzük, hogy a többi a mit csinált. Hát arról nem is beszélve, igen. Tehát gyakorlatilag ezt is talán már említettük, meg elhangzott már korábbi motokasztadásokban, hogy Quartararo volt a Yamaha márkeze ilyen tekintetben. Tehát márkán belül abszolút nem tudtak közel kerülni hozzá. Ugye a Vinyá lesz is addig, amíg ott volt. Nyilván Morpidelli-nek ugye a, szezonját, a szezonjának az első felét befolyásolta az, hogy nem a legfrissebb technikán ült, a másodikat pedig az, hogy ugye a tért problémák után tért vissza. Rosszit már említettük és akkor a, ott a Petronáshoz beugráló versenyzőkkel, meg nyilván tehát így beugróként akár krácsló, akár Dixon, így nyilván nehezen tudta fölvenni Quartararoval a, a versenyt, és ugye nem véletlen, hogy a, a konstruktőri meg a csapatértékelésben nem is a Yamaha el a világbajnoki címeket. Na, hát ez volt akkor a top 10-es listánk, a rendkedvéért azért soroljuk fel őket még egyszer, a tizedik helyen Miguel Oliveira végzett a mi értékelésünkben, kilencedik lett Joan Zárkó, nyolcadik lett Brad Binder, a másik KTM-mel, hetedik Alec Espargaró az Apriliával, hatodik Enea Bastianini az Avinti Ducati, ami ugye egy korábbi verziói Ducati volt, ötödik helyen végzett Mark Márquez, negyedik lett a tavalyi világbajnok Joan Mir, a dobogó alsó fokára felpért nálunk legjobb újoncként Jorge Martin, második lett az összetetben is ez, ezt a pozíciót elfoglaló Francesco Bagnaia, és az első helyen Fabio Quartararo a friss világbajnok végzett. Ahogy egyébként, ha jól emlékszem, amióta mi csinálunk ilyen top 10-es versenyzői értékeléseket, a MotoGP-ben mindig a világbajnok lett nálunk az első helyzet, de hát ugye ez a márkezes években olyan nagyon kérdés nem volt, és szerintem 2015-ben is valahogy úgy jött ki, hogy ilyen nagyon minimálisan Lorenzónak a teljesítményét értékeltük jobbra a Rosszénál, de ebben ne kanyarodjunk el ebbe az irányba, mert akkor itt ragadunk éjfélig. Szóval Fábio Kvártáráról lett a mi értékelésünk szerint a 2021-es év legjobb MotoGP versenyzője. De még mielőtt elköszönünk így a 2021-es évtől teljesen, emeljünk ki néhány pillanatot, vagy emlékezetes eseményt, versenyzőt, stb. így az év kapcsán. Ugye ki szoktuk osztani így az év legjeit is. Hát az év, év versenyének az osztrák nagydíjat választottuk meg felkiáltással. Ugye, két részből állt az a verseny, aki emlékszik rá, ez volt a második Spielbergi verseny, már a száraz pályán is elképesztően nagy csata volt, ha emlékszem, ott volt quartararo az a nem tudom hány mérféltről való beesése, szerintem nagyjából Grázból kezdett el pékezni. Úgy előzött ott, ugye, és ebből is látszott, hogy az, hogyha már így kvártáráról dicsértük, hogy az nem egy klasszikus jamahás manőver a, a kifékezgetés. És hát ugye a végén jött az eső az utolsó három-négy körben, ami meg igazán klasszikussá tette ezt az egészet, ugye. Brad Binder a slick gumikon megnyerte azt a versenyt. Tehát neki összejött az, ami néhány héttel később a Forma 1 Lando Norrisnak nem. Ugye annyi különbsége, hogy itt azért annyira talán nem is esett az eső, mint Szocsiban. Nem tudom, van-e valami, amit ehhez a versenyhez akartok hozzátenni, vagy bármelyik másik futamot hogy kiemelnétek még ilyen honorary mentionként. Nézzétek vissza ezt a futamot, mert tényleg a hajrá az <szerző> szenzációs. Oké, okay, következő kategória az év újonca, Jorge Martin szerintem erre túl sok szót nem kell vesztegetni, hiszen ezt kibeszéltük már a top 10-es lista kapcsán, és ugye a, a pontversenyben egyébként csak Valenciában dölt el, hogy ő vagy Bastianini lesz a jobb, de szerintem ezzel a, a polpozíciókkal, dobogókkal, meg a győzelemmel nem is lehet kérdés, hogy Martin volt az, aki az újoncok közül a legjobb teljesítményt nyújtotta. Viszont akkor, hogy valamit osszunk ki Bastianininek is, az ő élet az év meglepetése. Ö... Hát az utolsó harmadban nyújtott teljesítménye, de erre sem érdemes túl sok szót vesztegetni, hiszen a mizánói dobogókat már kiemeltük, és ugye a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy egy régebbi specifikációi Ducatival érte el ezeket az eredményeket. Igen, csak annyi, hogy nyilván ő azért meglephetés, mert senki nem tőle várta a Ducati táborok, meg úgy, hogy a, a teljes mezőnyben azt, hogy Quartararo-nak a lefő kihívójává fog kiemelkedni. Mármint ezt most ki, kinek kapcsán mondtad? Bagnyájáról ja. mondtad, nem? Igen, 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 igen. De most Bastian én itt. Ja! Hú, nem baj, nem... Bagnyáját megdicsérted. <laughs> <laughs> de, ég, amúgy, tehát, uh, akkor, Fordítsuk Igen, át. tehát tegyük hozzá, ugye, hogy több több jelöltünk is volt, tehát hogy ki lesz az év meglepetése, de végül demokratikusan úgy döntöttem, hogy Bastianini-nek a Igen. szezon végi formáját nevezzük. Igen, akkor, akkor, akkor fordítsuk át, bocsánat, így, így 3-12 órás műszak után, mert kicsit lassan van fog, fog az agyam. Szóval ö, ö, ilyen szempontból Bastianini bagnyáját is ki lehet emelni, az ő teljesítmény is olyan szempontból meglepetés, hogy VB címért harcolást tőle, tőle, ugye nem, nem vártunk, nem, nem, gondoltuk, hogy ő lesz az, a kvártáról kihívója lesz. Ő maga is elmondta, hogy túlak, hogy nem ez volt feltétlenül a szezonjának a célja. Jó, menjünk akkor egy kicsit negatívabb vizekre. Évcsalódásának végül ugye a Petronász Yamahának a teljesítményét választottuk, ugye itt beszélgettünk, hogy a, a Techfree KTM legyen, vagy a Petronász Yamaha, de végül úgy voltunk vele, hogy ha a márkákat nézzük, akkor azért az mégiscsak kellemetlenebb, hogy egy yamaha vagy pontosabban kettő yamaha nem tudtak igazán jó teljesítményt nyújtani úgy, hogy, hogy ugye 2020-ban még az egyik meglepetés csapat voltak itt a MotoGP-ben. Hát pont ezt akartam mondani én is, hogy hát a Petrolásznak a nem olyan régi fennállása óta a messze a legrosszabb idényét esítették így búcsúzóul. Ö, ö, tehát ha megnézzük, ö, ugye elsősorban Fábio quartararo a produkcióját 2019-ben, 2020-ban, de akár még morbidelli is a, a tavalyi, évben, hát hozzá se tudtak szagolni. Hát a tavalyi évben ők szerezték azt hiszem a legtöbb futam győzelmet. Abszolút, Ö, tehát ugye hármat, hármat, és Morbidelli. És, és, ez azért még egy 42 éves fél lábbal már a nyugdíjban álló Valentino rossi is talán kicsit többre lehetett számítani. Morbidellinél ugye elsősorban a sérülés volt az, ami őt is hátrát adta a, a, a szezon elején, de érthetetlen, hogy, hogy, hogy mekkora szakadék volt a gyári és a Petronas Yamahák között. És akkor még említsük meg ilyen honorary mensönként csalódásként a, a futam törléseket, ugye megint nem tudtunk távol keletre menni. Ugye, hát talán ebből a, a Buriram, Sepang, Philip Island, Motegi négyesből Hát szerintem mindenki mondhat egyet, de valószínűleg Philip island fogjuk mondani mind a négyen, vagy mind a, na, mind a hárman. Hát az a két alterek akit, már megismertünk korábban, úgyhogy vagyunk négyen. A, a, a nem Philip mondja, a nem azért sajnálja a szepángot is egy kicsit. Igen, és te meg különösen sajnálod a Kümi ringet, hát hogy a második alkalommal. Én beszélgettem az egy az ilyen nem is tudom, background info az az év beszélgettem egy finn Facebook társsal, ö, aki, aki nagyon közel, azt hiszem ilyen 15 kilométeres távolságban lakik a, a pályától és még ott hát viszonylag bizakodó volt, hogy azért idén eljutnak oda, aztán ugye erre is keresztet vethettek. Én már nagyon megnézném az, hogy, hogy hát a moto áram nyilván izgalmas lesz azon a pályán, de szerintem egy, egy különleges színfoltja lenne, és, és tényleg hát a finneknek már kijárna azért, ha, ha csak motogp is, de egy, egy saját pálya. Folytassuk az év érthetetlen döntésével, és itt majd megint Petinek adjuk a szót, aki e, e, általában a leginkább kiszokott fakadni emiatt, de egyébként egyet is értek vele. E, Derin Binder szerződtetéséről van szó, ugye, ha esetleg valaki lemaradt volna, a Petronász Yamahából alakuló csapat, akinek megint hirtelen akartam mondani nevét, -E. R.N.F. -E Racing. Igen, R.N.F. -E Racing ugye Derin Binder szerződtette a Moto3-ból, egyből e felléptetve őt Andrádoviciózó mellé, és hát ugye Emlékezetes, hogy annó Fábio quartararo a szerződtetését főleg én fogadtam értetlenkedve, és most már nem tudom, annyi hamut szortam a fejemre, hogy már szerintem nem őszülök, hanem az csak az látszik ott a hajamon, amennyi még van belőle. De Derin Bindernél szerintem még annyi okot se lehet találni a MotoGP -be szerzőtetésére, mint quartararo nem beszélve arról, hogy nem is csak a tempóját tekintve, de hogy az érettségét illetően van-e egyáltalán helye itt a MotoGP-ben? Na Peti, tiéd a szó. Én, én még egy kicsit messzebb mennék, mint Quartararo, csak így nagyon röviden. Hát ugye Jack Millernek micsoda indulatok kísérték az ő fellépését a, a MotoGP-be, pedig ugye neki volt egy tiszteletbeli világbajnoki címe 2014-ben. Amit meg adni neki, igen, igen, rossz memóriából kifakadóan. De most euh, megint úgy teszünk, mintha nem lenne előttünk internet. De ha jól rémlik, akkor euh, abban az évben ő szerezte a legtöbb futam győzelmet a, a Moto 3-ban. Tehát ő, neki, euh, neki teljesen más euh, személyiségbeli problémák euh, kísérték az ő akkori karrierjét, mint mint Bindernek. Neki ugye leginkább a, a pályán kívüli hisztieiről volt ő, ő híres de amúgy a, a, a tempója, meg, meg, tényleg a, a, a versenypályamutatott érettsége nem sok kívánni való hagyott maga után. De minden nagyon nincs így, tehát sem az eredmények nem olyanok, még, még egy nagyon motokettes eredmény, bár láttunk ennél szerényebb teljesítménnyel felépni versenyzőt a, a motokettőbe, de hogy, hogy MotoGP az, az totálisan érthetetlen, és, és, még pluszba jön hozzá az, hogy ha nem is minden hétvégén, de úgy, úgy minden harmadik versenyen ő úgy gondolja, hogy egy célegyenesnyivel nyivel később fékez, mint a, a, körülötte levők, és akkor vagy magával visz egy-két világbajnoki esélyest, vagy nem. Ez, Igen. ez totálisan érthetetlen, és, és nagyon csodálkoznék, ha az egy évvel későbbi évértékelőben ő hát nem, a top nem negatívan merülne föl. Egyébként nagyon erős lesz az újonc felhozatal Bindert számítva, ugye jövőre is öt, öt újoncunk lesz a vezényben. ott lesz ugye Remy Gardner, a friss moto világbajnok, az ő kihívója a Raúl Fernández, ott lesz ugye Márko Bezekki, és ott lesz Fabio Di Gian Antonio is, meg hát Derin Binder. És hát Raúl Fernández, aki itt a, ugyanebben a kategóriában az Honor, Honorary Mansion a, az évbotránya. Nem ugyanez a kategória, az ki, átugrottam, bocsánat, majd az évbotránya az mindjárt de akkor ja, csatoljunk is rá akkor váldom, az Összekevertem az, az érthetetlen döntéssel, de Egyébként akár az is lehetne Vinyálesz részéről, hogy mi yeah, volt az ott Spielbergben, De az év botránya az az lesz szabotás, ugye, e felől szerintem olyan túl sok kérdőjel nincsen. Egészen példátlan az, és ezt akkor is elmondtuk, hogy hogy valakit szezon közben a saját csapata felfüggesse, majd ugye kirakjon. Eleve ugye úgy indult az egész, hogy Assen után kiderült, hogy felbontják a szerződését az idei év végén. Ugye úgy, hogy 2022-ig szólt a kontraktusa, de erről már ugye kismilliószak beszéltünk, hogy nagyon hamar aláírják a szerződést, ez annak lehetnek ilyen eredményei, hogy aztán a felek mégsem passzolnak össze teljesen. És ugye utána jött ez az első Spielbergi verseny, ahol a hajrában Vinyá lesz, ott tényleg a fordulatszám határolón pörgette a motort, és ugye ezt hát 2021-ben már olyan nagyon nem lehet eltitkolni. Kikerültek a felvételek is róla, meg nyilván a telemetriában is látszott, és ugye a Yamaha előbb csak a következő Spielbergi futamról tiltotta, majd ugye egy az egyben fel is bontották a szerződést. Ennél szerintem MotoGP-ben Hát az elmúlt tíz évben egy botrány volt, csak nagyobb, de abba tényleg nem megyünk bele, mert a, a, akkor itt leszünk hosszan. És ugye ezt már igazából említettük, amit Tomi elmondott, és ilyen szempontból én egyetértek vele, hogy ez abszolút nem ö, ö, versenyzői magatartás. Nem olyan, magata, aki, aki nem példás. Igen, nem, nem olyan, aki világbajnoki címekért akar harcolni. Igen, és ugye ennek kapcsán volt egy honorary mentionünk, amit már Peti el akart spoilerezni, ugye Raúl Fernándeznek a, a ktm szerződése kapcsán is volt, akit ilyen e, hát kalamajkák fogalmazzunk, úgy ugye, hogy e, Raúl Fernández nem akart a Techfree KTM-nél bemutatkozni jövőre a MotoGP-ről. Na, ez, az angol megsüvegelne ilyen ige időért, <laughs> az a befejezett jövő volt nagyjából. Ugye ott arról szóltak a hírek, hogy a Yamaha-val már gyakorlatilag megállapodott, csak a KTM szólt, hogy na-na, mi nem engedünk el téged, mert ugye volt ilyen opció a szerződésében, és nem engedték, hogy a kivásárlási árat is letegye akár a Yamaha. Hát meglátjuk egyébként, ugye Fernándeznek a legutóbbi adásban beszéltünk róla szerintem, hogy ő, ugye volt voltak ilyen nyilatkozatai a moto éve kapcsán is, hogy nem feltétlenül kapott meg minden támogatást Gartner. És ez szemben. nem feltétlenül szimpatikus, teszi őt szimpatikus -e ezek a, a legalábbis kérdőjeles ügyek. Még hát ha ezt... nem is ő a hunyó ebben a nem, nem imás növelő. Ezt, ezt ugye mondtuk szerintem az előző kezdben, hogy azért ha valakinél egyében kettő ilyen ügy is előbukkan, az, az, azért úgy nem, nem vesz rá jó fényt, meg úgy egyáltalán erre a Fernandez KTM kapcsolatra, tehát úgy, úgy neki indulni az évnek, hogy két ilyen ügy is terheli már a viszonyt, és még, még, egy métert se gurultak. Ez, ez azért nem ideális. Tehát hát, ha télen egy jó és mellett majd megbeszélik egymással, hogy az osztrák alpokban, hogy akkor hogy is vannak ezek a dolgok. Na, ha már úgyis a kisebb kategóriákat kevertük ide, akkor az év szenzációja díjat is kiosztjuk. Hát szerintem nem okozunk nagy meglepetést vele, hogy Pedro Ákoszta kapta ezt a, a díjat tőlünk. Nem tudom, kell -e erről egyáltalán bármit mondani. 17 éves újoncként, nagyon csovájátok a fejeteket, azért a, a, így, a, a, a tényeket elmondva, ugye... 17 évesként, újoncként kapásból világbajnok lett a, a Moto3-ban. Ugye rögtön az első versenyén második lett, századokkal lemaradva a győzelemről, majd ugye jött a második Katari futam, amit a Box utcából indulva nyert meg. Egészen félelmetes teljesítmény, és utána ugye még több győzelmet is hozzá tudott tenni. Igaz, hogy a, a szezon vége majdnem ilyen denikentes lett egyébként, ugye. Eléggé megérkezett rá e, a rivális, de azért be tudta hozni a szezont, úgyhogy mindenképpen nagyon érdekes lesz őt is figyelni majd a Moto2-ben. Menjünk tovább, év csatája. Hát volt egy pár azért ebben a szezonban is, de ami így talán a legemlékezetesebb volt, vagy ha majd ti nektek eszetekbe jutott valamelyik másik, akkor majd említsétek meg, de mi azt választottuk végül, hogy Bagnyájá és Márkeznek az Aragoni utolsó három körben mutatott csatáját ö, ö, választottuk meg a legjobbnak. Ugye ott összesen hétszer próbálkozott Márkez azzal, hogy maga mögé utasítsa Bagnyáját, és Bagnyája folyamatosan visszatudta őt előzni. Parád teljesítmény volt, ugye ráadásul Bagnyájának ez volt az első győzelme MotoGP-ben, és a, a MotoGP történetének egyik legjobb versenyzője ellen ö, tudott olyan teljesítményt nyújtva nyerni, Ráadásul egy olyan pályán, ugye az aragon szoktuk emlegetni a harmadik legjobb pályájaként már keznek, úgyhogy az egy nagyon emlékezetes csata volt, hogy ilyen szinten vissza tudta verni Márkeznek a támadásait. Ha jól rémlik, így Márquez az ilyen utolsó körös csatákban, amikor egy Dovíciózalval vívott, akkor sem, sem pozitív mérleggel állt, de... Igen, ha egyébként, ha, ha kell egy, a, aki lesz sarkat el, kiemelni Márkez kapcsán, akkor ez az utolsó körös csata, abszolút. Igen, tehát ö, lehet, hogy neki egy szándukati nem, megy a, verseny végén, de részemről abszolút nem vitatkozok, az, az valami parádés három kör volt, és, és parádés felsőzés mindkettejüktől. Év pillanata, itt nem tudtunk dönteni, kettőt is megneveztünk. Ö, Egyrészt, amit én jelöltem, hogy amikor Márkez visszatért Portimao-ban az első Portimaui versenyen, és ugye hetedik lett a, a futamon, és visszagurult a boxba, ott ugye vastapsot kapott a szerelőitől, meg a csapatától, és ugye ott el is pityeredett mind a boxban, mind aztán később az interjúknál. Nekem ez egy nagyon emlékezetes momentum volt, hogy ebből látszik, hogy hiába nyolcszoros világbajnok valaki, mennyit jelent számára nem csak az eredmény, hanem hogy a, a szenvedélyének hódolhat. Most tényleg egy hetedik hely egy már márk Marquez szintjén, az gyakorlatilag snasz. Még akkor is, hogyha sérülésből jössz vissza. De hogy ennyit jelentett neki az, hogy kilenc hónap kihagyás után vissza visszatudott ülni egy MotoGP motorra versenykörülmények között, az, az nekem az megható volt, a, az a pár másodpercot. És hát a másik, amit meg nyilván nem lehet ö, ö, szó nélkül hagyni 2021-ben, az Valentino Rossinak a búcsúja volt Valenciában, de szerintem nem is csak az utolsó kör utáni, vagy hát levezető körben történtek, hanem az egész hétvége róla szólt, ezt már ugye a múltkori adásban is alaposan kiveséztük, ez tényleg, ö, hát, de egy ilyen karriernek nem is nagyon lehet más, hogy ö, ö, méltó emléket állítani, hogy gyakorlatilag az utolsó hétvégét. Hál' Istennek eldőlt ugye a világbajnoki cím már előtte, úgyhogy nem kellett azzal foglalkozni, hogy teljes, teljes egészében Rosszinak lehetett szentelni. Igen, mind a kettő pillanat, mind Márkező, mind Rosszé versenyzőileg és emberileg is egy nagyon szép pillanat volt, és ö, azt hiszem, hogy, hogy emlékezetesre sikerült mind a kettő, úgyhogy azt hiszem, hogy nem, nem is kell nagyon méricskélni, hogy melyik volt a, 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 nagyobb pillanat mind a kettő. Ez lehet egy megosztott kategória. Még két kategóriánk van. Van az év poénja. Hát ez most így egyébként hangban nehéz lesz elmondani, de ö, keressetek rá. Most az a baj, hogy hirtelen nem ugrik, hogy melyik pályán volt. Hát a... Barcelona. Barcelona? Barcelona? Igen, igen, tényleg Barcelona, hát ugye ott ugye a fontos a szélárnyék. Az egyik, vagy hát az időmérőnek az első szakaszában volt az a jelenet, amikor Jack Miller mögött hajtott ki a boxból Mark Marquez, és a boxban jelezte Miller neki, hogy akkor ezért a szélárnyékért most ő számlát fogadni majd. Ugye Márquez kapcsán többször megfogalmazódott idén az a kritika, hogy csak akkor tud gyors lenni, hogyha valaki más mögött halad, és ezt Márkez egyébként nem is tagadta, hogy volt ugye a szezonjának az első felében olyan időszak, amikor még az állapotából kifolyólag nem tudott egyedül gyors kört menni. Nagyon zárójeles megjegyzés. Kézi túner Valentino Rossi kapcsán mondta ezt, hogy ő Rossi sosem volt abban jó, hogy egyedül menjen gyorsan. Ezért nem volt jó igazából sose időmérőn, viszont ha csatába keveredett, abban meg berhetetlen volt. De erről majd lehet, hogy egy nem is olyan sokára érkező a külön adásban, majd hosszabban is beszélünk. Szóval ez a jelenet az zseniális volt. Jack Miller egyébként azzal, hogy Kyle Crutchlow kivált a mezőnyből, hogy hát ugye picit visszatért idén, de hogy állandóra már nem volt ott, egyértelműen a móka mester szerepét átvette. Még most hirtelen eszembe jutott egy másik momentum is Millertől, az Aragoni hátsó egyenesben rendeztek gyorsulási versenyt Kvártaráróval valamelyik edzés végén. Egy zseniális figura Miller, néppen ezért egyébként picit rukkolok is neki, hogy rátaláljon az igazán jó formájára a Ducatinál, mert szerintem ilyen Miller kali kaliberű versenyzőre meg személyiségre szüksége van a MotoGP-nek. És hogy ne csak a MotoGP-ről beszéljünk, meg a, a Moto2-ről, Moto3-ról így a szezon végén, az év bajnoksága díjat a Superbike világbajnokság nyerte. Hát nem gondoltam volna, hogy e az elmúlt 6-7 évben, hogy ezt valaha is ki fogjuk mondani, de szerintem így a, a, a jegyzett világbajnoki sorozatokat tekintve messze a Superbike volt a, a legizgalmasabb. Vagy nem jegyzett világbajnoki sorozat? jogos, 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 jogos. Akkor úgy mondom, hogy jegyzet nemzetközi magas szintű kétkerekű versenysorozat, gyorsasági, aszfalton zajló. Remélem eléggé leszükítette. A, a prémium luxusautók mind minőségiek. <laughs> Igen. Szóval az, hogy Jonathan Rének a hat éves dominanciája után egy ilyen parádés szezon következzen, aminek ugye végén Toprák Rászgát Lioglu le is taszította őt a trónról, Szerintem senki nem számított rá. Tényleg kicsit hasonló, mint ahogyan a Forma 1-nél se számítottunk rá, hogy ennyire brutális évünk jön, amiről még egyébként itt az adás megkezdése előtt is még heves vitákat folytattunk, hogy mi is történt néhány nappal ezelőtt a Dhabiban. Na de visszatérve a Superbike-ra tényleg, én csak bízni tudok benne, hogy ez a trend ez megmarad a következő évekre is, mert hát ezt most kimondom, 2015 és 2020 között nem feltétlenül volt jó dolog Superbike világbajnokságot nézni. 2021-ben viszont tehát gyakorlatilag mindegyik versenyen, amikor ez, ezeket tenni ha még Reddinggel kiegészülve összecsaptak, az bámulatos csatát hozott. És ilyen tekintetben szerintem idén felülmúlt a motocsípit izgalmak tekintetében. Élvezzük ki ezt addig, amíg Rezgat Duát nem ül. egy motogp is <laughs> a ra Igen, ugye erről van szó, hogy 2023-ra esetleg már érkezhet. Ugye hát majd meglátjuk, hogy például Derin minden, ha már így, tehát hogy kapcsoljuk össze a témákat, hogy mennyire fog jól teljesíteni jövőre az RNF Racing jamaháján. Yamaháján. No hát így az év meg az adásidő végéhez érve még egy kötelezettségünknek tegyünk eleget. Ugye a legutóbbi motokasztadásban hirdettünk egy nyereményjátékot, ugye egy MotoGP naptárért, amelyet Mikházi Rozina nyert meg, ezúton is gratulálunk neki, de már egyébként több héttel ezelőtt kiirdettük a nyertest a, a, Formula MotoGP Facebook csoportban, amelyhez csatlakozzatok, ha még ezt nem tettétek meg, mert ott a, a Formula.hu megjelenő motoros híreken túl is szoktunk megosztani híreket, információkat. Emellett, ha már említettük a MotoGP naptárat, még néhány napig, hát vagy nem tudom ki mikor hallgatja, de december 20-áig lehet úgy megrendelni a Formula.hu webshopjából az összes terméket, így beleértve a az új lapozható 2022-es MotoGP naptárunkat is, hogy azt még oda lehessen tenni a karácsony de ugye van még form 1-es versenynaptárunk, van a szokásos két év összefoglaló kötetünk, ugye a száguldás és cirkusz, ami a Forma 1 szezont foglalja össze, valamint az autósport évkönyv, ami a címével ellentétben motorsportot is tartalmaz nyomokban, úgyhogy azt is érdemes esetleg megrendelni, hogyha valaki még nem döntött el, hogy milyen karácsonyi ajándékkal kedveskedik az ismerőseinek, családtagjainak, és hát akkor szerintem elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzunk itt 2021-re, találkozunk remélhetőleg jövőre, is veletek hallgassatok minket, csatlakozzatok a csoporthoz, olvassatok minket, és hát nagyon boldog karácsonyt, és kellemes új évet, csak hogy pont megfordítsam a, a, a szokásos jó kívánságokat. Kívánunk minden kedves hallgatóknak, és köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Tetszett az adás? Iratkozz fel csatornánkra, és csatlakozz a Formula MotoGP Facebook csoporthoz, hogy nem maradj le semmiről. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.